Sziasztok, tisztelt Célja.hu olvasók újra. Ezúttal egy jó kis kuverti billentyűzetes alkalmazást szeretnék bemutatni. Pontosabban magát egy billentyűzetet, amelynek a neve SwiftKey Keyboard. Marketről egy próbaverziót ingyenesen letölthetünk, ezután ha akarjuk, megvásárolhatjuk. Hozzáteszem, hogy ez így mindenkinek nem fog elfordulni, tehát a gyári SMS program alaphelyzetben csak így érhető el, azonban Célja.hu-n a megoldásuk gyakorlottabbaknak menüpontban találhattok egy olyan megoldást, amivel egy kis hackkel és egy kis másolgatás után megvalósul az, hogy a gyári üzenetprogram és sok egyéb program is elforduljon. Amennyiben nem akartok hackelgetni, a Handsent SMS program letöltését tudom ajánlani marketről, abban gyárilag elfordul. Tehát akkor lássuk az alkalmazást. Az egyik legokosabb QWERTY billentyűzet, amit nekünk megfelelően átállíthatunk QWERTY-zére is, QWERTY-zére. A program lényege, hogy tanulja folyamatosan a leggyakrabban beírt szavainkat. Ezt most sajnos nálam nem fogjátok látni, ugyanis most nemrég cseréltem szoftvert a telefonon, így emiatt nekem még nem lesznek megjegyzett szavaim, valamint az SMS-eimet is most mentettem le gépre, mert több mint 7000 darab volt a telefonkészüléken, ami összegyűlt a 10 hónap alatt, de magát a program lényegét így szépen be fogom tudni mutatni. Amit látjátok, folyamatosan ajánlja fel szavakat kék mezőbe, és mellette a másod és a harmadlagos szavakat is. Minél többször fogjuk használni a szia, mint köszönő szót, át fog kerülni a fémezőbe, a kékmezőbe, és amennyiben nem akarjuk fogadni a szót, csak rá kell böknünk. Ha nem akarjuk elfogadni, akkor természetesen éljük tovább. Égzetes betűket az adott magánhangzó hosszan lenyomásával érhetjük el. Ami jó hír, hogy tartalmaz olyan égzetes betűket, amelyeken az ékezet nem jobbra, hanem balra dől. Ez azért jó, mert nem égzetes karakterként érzékel őket az Android, így az SMS karakterszám nem fog csökkenni, hanem 160 karakter marad ugyanúgy. Amint látjátok, nekem még nem nagyon tanult magyar szavakat, gyárilag sajnos csak angol szavak vannak betáplálva, de a magyar szavakat is meg fogja tanulni, és amint mondtam, később fel fogja őket ajánlani, amiket a leggyakrabban használtok. Megfelelő méretűek a gombok, nem lehet nagyon mellé bökni sem. Beállításai is vannak bőven. Magát a billentyűzetet, miután letöltöttük marketről, úgy engedélyezhetjük, hogy a beállítások menüben a nyelv és billentyűzet, menüpontban navigálunk, és itt az alapértelmezett bevitelben lesz a pipa, ezt pipát át fogjuk tenni a SwiftKey-be. Ezek után belépünk az üzenetekhez, hosszan belenyomunk a írómezőbe, hogyha esetleg nem ugrana fel automatikusan, majd beviteli módszer, és itt szintén változtathatjuk a telepített billentyűzetek és az alapértelmezett bevitel közötti beállításokat. Gyárüzeneteknél ez a gomb egy smiley gomb, amivel a smiley-kat érhetjük el. Handsent SMS-nél ez sorköz ikonra fog változni, és a Handsent SMS-nél majd csak innen érhetjük el a smiley-kat, ahogy a felső sorban azt láthatjátok.
billentyűzet beállításai, nyelvek, amint látjátok, ilyenek vannak. És itt lehet vele megtanítani a épp a telefonban lévő SMS-eket, a Start gombra bögtünk rá, valamint ezt törölhetjük is. Modulok közül, mármint hogy a program is, program nyelve is, az agyán sajnos nem találunk túl sokat, legalábbis magyar közben nem. Van angol, cseh, természetesen német, francia, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol és a népszerűbb nyelvek. Elvileg később lesz hozzá magyar nyelv is, ez attól függ, hogy mekkora a magyarok érdeklődése. Egyébként maga a program egyáltalán nem drága. Ha jól tudom, kb. Olyan 400-500 forint átfordítva. Legkönnyebben úgy tudtak megvásárolni magyar, vagyis bármilyen alkalmazásokat a marketről. Természetesen ehhez is sajnos rotolás kell, ugyanis Magyarországon hivatalosan nem elérhető a fizetős market. De mint a rotoltó készülékünket, marketről könnyedén letölthetjük a Market Enabler nevű programot. Itt a beállítás listába, az a settings listbe beállíthatjuk, hogy melyik ország melyik szolgáltatóját, melyik szolgáltatójával akarjuk felülírni az országkódunkat, legyen a T-Mobile, USA. Így a felülírás megtörtént. Lépünk. Ha előtt esetleg marketben voltunk, nyomunk egy killet. Elnézést, még magam sem tudom, hogy hol van a marketem. Nem igaz, hogy nem tudok kamera mögül írni, ezt kéne még megtanulnom. Ilyen távolról elég nehéz látni ezeket a pici betűket. Nekem, mivel a fizetős változatot megvásároltam jogtisztán, így nekem az installed felirat látható a helyén. De egyébként kb. Olyan 4-500 forint, amint ezt mondtam. Itt láthatjátok például egy fizetős programot. Megvásárolni úgy tudjátok őket, hogyha Gmailetekhez rendeltek egy számlaszámot, és ez alapján fogja levonni a hitelkártyátokról majd a Google az alkalmazás árát. Ha 20 percen belül törlitek, akkor pedig visszatérítik. Ez arra jó, hogyha valakinek esetleg nem tetszik az alkalmazás, és törli, akkor nem jár pórul. Több alkalmazással megcsináltam már ezt én is. Ez egy nagyon jó ötlet, szerintem. Tulajdonképpen ebben a videóban ennyit szerettem volna bemutatni. Van több billentyűzet is, ami tartalmaz magyar nyelvet. Ezt a Hungary beírásával megtalálhatjátok marketen, de azok nem tanulnak sajnos szavakat, így kicsit lassabb velük az írás. Itt, hogyha több szót megtanult, akkor már rendkívül gyorsan tudtok vele írni. Köszönöm szépen a figyelmet, várhatóak még videók bőven. Sziasztok!